Üdv! Az előző videóban egy szöveges példán keresztül kreáltunk egy LP lineáris programozási modellt. Most felírom újra ezt a modellt, és további fogalmokat fogunk bevezetni. Na nézzük! Azt mondja, hogy úgy nézett ki az LP modellünk, hogy 2x1, meg x2, meg 3x3, az kisebb egyenlő 600, aztán x1, meg 2x2, meg x3, kisebb egyenlő 250, aztán x3, egyetlen egyenlemből állt a harmadik sor, x3-ról azt követeltük meg, hogy az kisebb legyen, mint 30. Több korlátozó feltétel nem volt, ezért jön a viszintes, aztán a z-vel jelölt célfüggvény, nevezetesen 300-szor x1 plusz 500-szor x2 plusz 800-szor x3, ennek keressük a maximumát. Tehát volt egy szöveges példánk, és akkor bizonyos elnevezésekkel, csak az x-ek bevezetésével ezt az LP modellt írtuk föl. Na akkor most mit tudunk? Hát annyit tudunk, hogy a csík fölötti részt ezt itt korlátozó feltételeknek nevezzük, a csík alatti részt a z egyenlő 300 x1 plusz 500-szor x2 plusz 800-szor x3, ennek keressük a maximumát, ez pedig célfüggvénynek nevezzük. Nézzük akkor, milyen további elnevezéseket tudunk bevezetni. Hát kérem szépen, ezek az ismeretlenek, az x1, x2, x3, ami a szöveges példában a különböző italok voltak, ezek mostantól kezdve legyenek az úgynevezett döntési változók. Ezeket akár vektorként is fel tudom írni, azt mondom, hogy az x vektor, az legyen az x1, x2, x3 pozitív, valós vagy nullából álló számhármasok. És akkor ugye a feltételekről később fogok beszélni, de már itt a döntési változóknál érdemes megjegyezni, hogy nagyon-nagyon sok esetben megköveteljük az x-vektortól, tehát az x-vektort alkotó valós számoktól, hogy azok nagyobbak vagy egyenlők legyenek nullánál. Tehát, ha visszagondolunk erre a példára, amiből ezt az LP modellt építettük föl, ha kijön az, hogy gyártsunk mínusz 100 darab kisvadászt, az bizony nem kézzel fogható, tehát nem alkalmas arra, hogy az X az negatív legyen. Természetesen beszélhetünk, ezt hívjuk előjel korlátozásnak, beszélhetünk arról, hogy egy feladat előjel korlátozatlan. Gondolok itt mondjuk, ha a pénzügyi számításra keverednénk, és az X1 az jelenteni a mondjuk a dollárban megadott készpénz állományt, ha arra az értékre negatív szám jön ki, akkor az azt jelenti, hogy abban a valóta nemben el vagyunk adósodva. De mi itt kérem szépen a döntési változókat, nagyon fontos, hogy minden esetben nagyobbnak vesszük nullánál, vagy pedig egyenlőnek vesszük nullával. Kérem, ha egyenlő, az azt jelenti, hogy akkor abból a termékből nem gyártunk. Tehát van egyszer egy döntési változó. Akkor a korlátozó feltételekben a döntési változót előtt álló együtthatókat, azokat úgy hívjuk, hogy technológiai együttható, vagy inkább azt írom szebben én, hogy technológiai koefficiensek. Tehát gyakorlatilag az x-ek előtt álló valós számok, azok az együtthatók, azok alkotják a technológiai koefficienseket. Ezt az A mátrixot, hiszen sorokban és oszlopokban vannak rendezve, ezért ebből képezhetünk egy mátrixot, akkor ennél a példánál úgy tudnánk felírni, hogy 2, 1, 3, stb. Tehát ebből képzünk ellen esetben egy 3x3-as mátrixot. Általános esetben azt mondjuk, hogy n-szer m-es, hiszen az ismeretlenek száma nem biztos, hogy megegyezik az egyenlőtlenségek számával. Ide akkor azt írom, hogy ez most itt egy 3x3-as mátrix, így van. És akkor van még itt egy elnevezés, mégpedig a jobb oldalon lévő konstansokat pedig a kapacitás vektornak nevezzük, kapacitás vektor. És erről pedig azt tudjuk, hogy ez a B-vel jelölt vektor, ez szintén legyen nagyobb egyenlő nulla.
Tehát a B-vektornak a korlátozó feltételekben a számítás folyamán a lehető legkisebb érték, amit fölvehet, az a nulla, az azt jelenti, hogy az a nyersanyag elfogyott. Az nem lehet, hogy az mínusz 20, tehát még részfeladat során sem állhat az, hogy mínusz 20 kg kenyér van a raktáron, és abból készítünk valamit, ezt egyszerűen nem tudjuk kezelni. Tehát mind a kapacitás vektor, mind a döntési változókról megköveteljük, hogy bizony-bizony azok nagyobbak legyenek, mint nullák. És akkor fogalmazzuk meg, hogy mi a feladatnak a lényege. Hát kérem szépen az, hogy a célfüggvényt szeretnénk vagy maximalizálni, vagy majd később tanuljuk minimalizálni, tehát egy szélső értékét keressük egy több változós függvénynek úgy, és akkor két feltétel van, hogy a korlátozó feltételeknek megfeleljen a döntési változóknak az értéke, tehát ezeknek eleget tegyen. A másik feltétel az, hogy az előjel feltétel is rendben legyen, vagyis mind a döntési változók vektora, mind pedig a kapacitás vektor nagyobb vagy egyenlő legyen, mint nulla. Tehát nem találgatni fogunk, hogy miből mennyit kell termelni, hanem pontosan a szimplex módszerrel ki fogjuk tudni számítani, hogy mennyi legyen az X1, X2, X3 értéke, hogy az még egyszer megfeleljen a kapacitás vektornak, tehát legyártható lehessen, illetve a Z értéke az a lehető jelen esetben legnagyobb legyen. Jó. Ha már említettem itt a feltételeket, hogy előjel korlátozás van, azért még érdemes egy-két szót mondani arról, például, hogy arányossági és additivitási feltétel is létezik. Külön ezt nem szoktuk vizsgálni, tehát arányossági és additivitási feltétel. Ez az arról, mivel azért nem beszélünk róla sokat, mert a célfüggvény értéke az mindig a döntési változóknak a lineáris függvénye. Tehát nyilvánvalóan, hogyha a célfüggvénynek egy részét vizsgálom, mondjuk ezt a 300x1-et, akkor az arányosan az x-ek változásával ez a rész arány is arányosan fog változni. Kipipáljuk, rendben van. Ami talán fontosabb, az oszthatósági feltétel. Oszthatósági feltétel. Hát kérem szépen, matematikában nem gond, ha mondjuk matematikai eredménynek kijön az, hogy az x1 értéke az 4,5. Az egy teljesen jó való szám, könnyedén tudjuk kezelni. Igen ám, de ha termelésben vagyunk, és akár visszamegyünk az előző szöveges példára, és kijön az, hogy 4,5 kisvadászt kell gyártani, hát ott bizony van meglepetés. Tehát előfordulhat, hogy az oszthatósági feltétel az nem teljesül, és a megoldásnak egészeknek kell lenni. Hát ilyenkor sem esünk kétségbe, az LP egy továbbfejlesztett módozata az úgynevezett egészértékű programozás. Egészértékű programozás, aminek kérem szépen pedig a megoldása merete az lesz, mint egy rendes LP-nek, tehát mintha ezt megoldanánk, és akkor utána az úgynevezett gömöri féle metszetet fogjuk alkalmazni, és az azt jelenti, hogy a megoldásokat, ha nem egészek, akkor azt egészé fogja varázsolni. Nyilván gyakorlatban ez úgy működik, hogyha kijön az, hogy 5,2 az x1-nek az értéke, akkor az ember keres egy ahhoz közeli egész értéket, legyen az 5. Nyilván óvatosan a fölfelé kerekítéssel, mert ne felejtsük el, hogyha növelem az x-ek értékét, akkor a felhasznált mennyiségek is növekednek, tehát figyelni kell arra, hogy a kapacitás vektor az itt ne csorbuljon az, hogy esetleg többet használunk föl, mint amennyi rendelkezésre áll. Na, a gömöri féle metszettel felülövődnek is a nevét. Gömöri féle metszettel megoldhatók az egész értékű programozásos példák. És akkor az utolsó gondolat, hogyha dobálózunk későbbiek folyamán azzal a fogalom, hogy lineáris programozási feladat, akkor nem fogjuk így felírni a korlátozó feltételeket meg a célfüggvényt, hanem azt mondjuk, hogy az együtthatók és a változóknak a szorzata, tehát felírom azt, hogy A-szor X-vektor, akkor az kisebb egyenlő lesz ebben a feladattípusban, mint a kapacitás vektor, tehát B vektor. Tehát az összes korlátozó feltételt mindösszesen ezzel a mátrixos formulával tudom felírni, és akkor kérem szépen a célfüggvény, a Z-ben jelölt célfüggvény,
ott pedig mi történik? A döntési változókat szorzom, hát jelen esetben ezzel az italos példában ez volt a bevétel, tehát szorzom a bevétel legyen az C, és akkor páronként összeszorzom a termelt mennyiséget a hozzátartozó bevétellel, és utána összeadom. Az azt jelenti, hogy a C-vektorral jelölt bevételt, annak veszem a transzponáltját, hogy sorvektor legyen, jól megszorozzuk a döntési változóknak a vektorával, sorvektor szorzok oszlopvektorral, így fogok kapni egy valós számot, jelen esetben a maximumát kerestem, ezért írtuk ide, hogy maximum. Tehát amit most itt bekeretezek, ez kérem szépen a lineáris programozásnak a legegyszerűbb formájának a felírása.